A Kátia Duna Aszfalt a 23. fordulóbeli mérkőzését két nappal korábban játszotta le, így kedden fogadta a Sopron gárdáját. Azt a csapatot, amelynek 11 győzelem mellett 12 veresége volt. Nálunk 9 győzelem mellett 13 veresége áll. Az első 10 perc a vendégeknek sikerült jobban. A folytatásban ivósevék megrázták magukat és egyenlítettek, sőt a vezetést is átvették. A szünet után állandósult a hazai fölény, és ez pontokat is eredményezett. Ez a 10 perc 21-13-at hozott. 70-61-jel indult a záróetap, és innentől egyre magabiztosabbá vált a Kecskemét. Először is gratulálni szeretnék a csapatomnak, és külön meg szeretném köszönni a lelke szurkolóinknak a biztatást. Volt bizonyos szakasz a mérkőzésnek, amikor nagyon sokat segített, de én úgy gondolom, hogy az egész győzelemnek a kulcsa az abban mutatkozott, hogy az adott labdák számát meg kell nézni. Tehát igazából most nem tudom, hogy jó a statisztika vagy nem látom olyan pontosan, de mint tudom, hármat láttam róla, ami azt jelenti, hogy az elmúlt mérkőzésünkben egy negyed alatt volt ilyen 7-8 olyan adott labdánk, amiből zicsert kaptunk. Folyamatosan ezen próbáltunk dolgozni, ami elsősorban mentális kérdés, meggyőződésem. És hogyha ezeket így ki tudjuk küszöbölni, akkor a jövőben lehet szanszunk arra, hogy továbbra is nyerjünk. Egyébként a Sopronnak is jár a gratuláció, viszont nagyon jó csapatuk van. Azt nem néztem még pontosan az ő statisztikáért, de állítom, hogy 50% körül, ha nem jobban dobták a 3 pontot. Tehát a rán nem jellemző módon majd 90 pont körül kaptunk, de ehhez az kellett, hogy tehát a Sopron nagyon-nagyon jól támadott. Mindazatán büszke vagyok a játékosaimra, hogy a rossz sorozat után, és a múltkori hosszabbításos győzelem után ezt a számunkra fontos mérkőzést is be tudtuk húzni. Mi nem tekingetünk a vetélytársainknak az eredményei után, csak magunkkal foglalkozunk, saját kezünkben van a saját célunknak az elérése, ez a kulcs. Én azt gondolom, a hátralévő két mérkőzésen következik, minden kérdés a válaszunkban.